Jó estét kívánok! Nem sikerült a Demokratikus Koalíció ifjú aktivistáinak akciója. A Corvinus Egyetem bejáratánál akarták feltartóztatni Vona Gábort, a Jobbik elnökét, de hiába álltak oda két bejárathoz, nem tudták, hogy Vona Gábor egy harmadikon lép majd be. Az aktivisták szám szerint hárman, élükön Szarvas Koppány Bendegúzzal, ezután a teremben próbálkoztak észrevétetni magukat, de a tiltakozó tábláikat alig felemelve távoztak. A vitáról most élőben jelentkezik tudósítónk, Kis Ferenc. Szervusz Feri, mit lehet tudni ott a helyszínen, mi történt eddig? Közgázon, és mint mondtátok, egy kis performance zavarta meg rögtön az elején a rendezvényt. Az történt ugyanis, hogy 3-4 fiatal bejutott az előadóterembe, és transzparenseket tartottak fel. Ezekre a transzparensekre gyakorlatilag, ezekkel a transzparensekkel gyakorlatilag tiltakoztak Vona Gábor egyetemi jelenléte ellen. Mint korábban mondták, igazából nehéz számukra elviselni azt, hogy egy idézem fasisztoid párt képviselője jelen legyen a közgáz falai között. Egyébként ami az érdemi vitát illeti, igazából még most kezdenek belemelegedni a felek. Vona Gábor, a Jobbik elnöke eddig azt mondta, hogy Magyarországon nőtt a bűnözés, mióta Pintér Sándor a belügyminiszter, és éppen ezért le is kellene mondania. Gyakorlatilag Pintér Sándor erre azt válaszolta, hogy nem nőtt a bűnözés, és nem hajlandó lemondani. Most éppen megy a számháború a felek között, próbálnak megegyezni, kinek van jó statisztikája, kinek vannak jó számai. Talán a hátralévő egy órában ezt el fogják dönteni egymás között. Természetesen a részletekről majd beszámolunk.